Ezen a videón a VFR Navigator szoftver működését fogjuk megnézni. A VFR Navigator egy olyan szoftver, amely kisgépes pilóták számára készült, kifejezetten azzal a céllal, hogy olcsó GPS megoldást adjon, és mégis repülési funkcionalitással rendelkezzen. A szoftver egy VTEC típusú, egyébként autós GPS-en fut. Itt láthatjuk a képernyőn, látjuk azt, hogy van egy háttértérkép, illetve fölötte ott vannak az egyes légterek. Az adatbázisban benne vannak a repülőterek is, illetve saját waypointokat is tudunk felvenni. Magát a térképet azt a kurzorral lehet mozgatni, illetve tudunk ki- és bezúmolni. Láthatjuk, hogy itt sárgával már összeállt egy útvonal. Annak érdekében, hogy megnézzük működés közben is, most elindítok egy korábban már felvett útvonalat. Ez olyan, mintha menetben lennénk és éppen repülnénk. A kék kör, illetve kereszt mutatja pillanatnyi pozíciónkat, a kék vonal pedig azt, hogy éppen merre megyünk és hol leszünk 5 perc múlva. A sárga, mint már láttuk, az az útvonal, és a barna mutatja azt, hogy merre van a következő waypoint. Ezt láthatjuk itt bal oldalon is, a pillanatnyi irányunk, sebességünk, következő waypoint, ez automatikusan ugrik is egyébként, ha kell, milyen irányban van a következő waypoint és milyen távolságban. Nézzük meg, hogy milyen egyéb adatokat láthatunk még a képernyőn. Az igazi trükk itt látható, ez az 1000. Ez egy domborzat modell alapján rádiómagasságot jelez. Itt pedig a képernyő felbontása látható, ez 2 tengeri mérföld. Nézzük meg, milyen egyéb adatok vannak még. Itt láthatjuk azt, hogy az előtt beadott útvonalban hol tartunk, mikorra fogunk megérkezni. Természetesen ez most egy felgyorsított demo, a valóságban nem ilyen gyorsan mennek az események. A szoftver egyébként méri a repült időt is, érzékel, hogy mikor indultunk és mikor szálltunk le. A szoftver mutatja azt, hogy milyen légterek vannak közelünkben, mire vagyunk fölötte, alatta, mi az önbe éppen bemegyünk. Ez adott esetben nagy segítség lehet. Láthatjuk, hogy most éppen ben vagyunk a Burgundy 10-ben, mert persze független attól, hogy az éppen aktíve vagy sem, azt a szoftver nem tudja. Illetve látjuk azt, hogy éppen a TMA 1-es szektor alatt vagyunk, ami 7500 lábon kezdődik. Persze joggal lehetne mondani, hogy egy VFR pilóta ne használjon GPS-t, és ebben van is némi igazság. Erre való a virtuális copilot nevű funkció, ami kitakarja a képernyőt egészen addig, míg rajta vagyunk az útvonalon. Viszont ha elkezdünk attól eltérni, akkor először egy figyelmeztető üzenetet mond, majd hogyha végképp eltérünk az útvonaltól, akkor vár egy kicsit és elkezdi mutatni magát a térképet. Tehát ilyen módon, ha rajta vagyok az útvonalon, akkor GPS segítség nélkül tudok repülni, míg hogyha eltérek, akkor ezért mégiscsak figyelmeztet. Nézzük meg, hogy hogyan történik magának az útvonalnak a megtervezése. Az első válasz erre természetesen az, hogy a PC szoftverrel, hiszen maga az a kis GPS elég kényelmetlené teszi az útvonaltervezést, de azért ezen is meg lehet tenni. Tegyük fel, hogy most a Biatorbágy és Vértes Kozma közé szeretném beiktatni Zsámbékot is, mint waypointot. Először tehát hozunk létre egy waypointot, azt mondom, hogy új, és itt ezt a kék kurzort elviszem Zsámbékra, azt mondom, hogy rendben van, be is írhatom a nevét, ezt természetesen a GPS-en egy felugró kis billentyűzeten lehet a pálcikával megtenni. Majd ezek után azt mondom, hogy kiválasztom az útvonalaim közül az éppen most már mutatottat, és Vértes Kozma elé beszúrom Zsámbékot. Láthatjuk, hogy a képernyőn még semmi nem változott, ez azért van így, mert nem az összes útvonalam látszik, de ha kiválasztom és azt mondom, hogy ezt most aktiválom, és innentől kezdve ezt szeretném repülni, akkor először is megmutatja, hogy a beállított 2000 láb határa alatt repülve milyen légtereket érinthetek. Majd ha ezt leokézom, akkor már látjuk, hogy beugrott a Zsámbék, mint közbülső waypoint. Menet közben használhatjuk a GoTo gombot. Ez egyrészt arra való, hogy ha útvonalat repülök, akkor a szoftver megpróbálja kitalálni, hogy éppen melyik a következő waypoint, de ez nem biztos, hogy sikerül neki. Ha eltér a véleményük, akkor ezzel a két gombbal lépkedhetek előre vagy hátra a rútban található waypointok között. Vagy mondhatom azt, hogy szeretnék azonnal a hazai reptérre menni, amit most éppen tököl van beállítva,
vagy szeretném a repterek listáját látni, itt pillanatnyilag a legközelebbi van legelőtt, tehát ha a legközelebbi reptérre szeretnék menni, akkor csak annyit kell mondanom, hogy itt megnyomom a selectet. Vagy mondhatom még azt, hogy valamelyik általam beállított waypointra szeretnék repülni, vagy egyáltalán nem szeretnék cél waypointot megjelölni. Ehhez képest csak egy kényelmi szolgáltatás az, hogy checklistek is vannak a szoftverben. Itt például egy Cessna 150-esnek az ellenőrző listáit láthatjuk. Ezt egyébként mindenki saját magának is bővítheti és kiválaszthatja, hogy melyik repülőgéppel szeretne repülni.